Megtette az első lépést a Törökországgal szembeni szankciók felé az uniós külügyminiszterek tanácsa. A testület hétfőn elfogadta a lehetséges szankciók jogi keretét. Ezek közé tartozik a beutazás tilalma az Európai Unió területére, vagy a vagyonok befagyasztása. A külügyminiszterek ugyanakkor ennél nem mentek tovább, azaz nem neveztek meg egyelőre sem magánszemélyeket, sem szervezeteket. A listára kerülő egyének és cégek megnevezése a következő lépés lehet. Meglátjuk, ez mikor történhet meg. Ez a munkacsoportok szintjén zajlik majd. Lehetséges, hogy a tanács maga is dönt, mondta az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. And az uniós külgyek tanácsa a legutóbbi uniós csúcs záró megfelelően döntött a szankciók mellett. Törökország a közelmúltban az EU által jogellenesnek tartott próbafúrásokat végzett a földközi tenger keleti térségében, ciprusi felségvizeken nem messze a partoktól. Egyelőre nem tartják meg az EU-Törökország társulási tanács ülését sem.